Az idén januárban, hogy hozzáfogtam a fekete bojtár vallomásainak írásához, hazautaztam Szalontára. Kötegyán felől gördült velem a vonat, széles ér mellett. Egyedül voltam a kocsiban, megrendülve álltam az ablak előtt, s néztem a havas tájat, 21 év után. Láttam az égnek álló kútgémet, ahol a szalmakunyhom volt, s ahol Dús Andrással ittuk a bort azon a régi, kétségbe esett éjszakán. A hó fölött hosszú kóró szál lengett, s úgy véltem, mintha szegény piroska futna a némaságom elől. 21 év óta mennyi küzdelem égett el az időben. Azóta már a nagybajuszú számadó, Pap Mihály is halott, s halott a szegény kis volt kospásztorlány is. A fejfáját a két kezemmel én faragtam, szegényként nem bírta a rohamot, s összetört mellettem, mint egy lezuhant pohár. S én az utam keménységében és kegyetlenségében jóformán még vissza se fordulhattam, hogy egy visszameredő, hosszú tekintettel köszönetet mondjak a nekem adott áldozatért. Vannak, akik sirathatják halottaikat. Nekem csak percek jutottak erre az életre. Gördült velem a vonat, s a tájon hó feküdt. A régi pallagok felett hófellegek úsztak, mint a kökény ér körül, másforma idő nem is lenne, csak hó és tél. Ahogy az első tábla búzát learatták hórindzsában, ott hagytam a kiégett, szélesíri sziket. Egy kicsit könnyebb lett a sorsom. A falkát két fele választottuk, s az egyiknek a harctérről hazakerült Tóth Bálint lett a pásztora, aki nagyon kereste a nagyságos úr kegyeit. Jó. Hiszen megértettem szegényt, mert hiszen attól függött a sorsa, hogy harctére vagy hízelgés, meg aztán az emberi természet és különös öltözet. Az, ami nekem, mondjuk szűk, egy másik emberben lehet, hogy lötyög, s el se tudja képzelni, hogy az szoríthat is. Erről a nyárról rövidesen csak így emlékezek meg. Fejtem, legeltettem, hallgattam az anyám sopánkodásait, hogy a konvenció földön jó lesz, ha annyi tengeri terem, amit az ő bő kötőjébe hazavisz. Tavasszal ugyanis mindig úgy volt, hogy a puszta gazda választotta ki a cselédek tengeri földjét, s természetesen agyon dicsérte, hogy micsoda gazdag föld az. Arról nemigen tudott senki, hogy elébb jól összekacsingattak a nagyságos úrral. Az ilyen összekacsingatásoknak volt aztán eredménye, hogy a cselédek ősszel kórót vágtak, de bizony tengerit alig szedtek. Különben a nyár ragyogva és lobogva tűnt el fölöttem. A fekete körös víziben naponként bememártózkodtam, száz éves fűzfák alatt olvastam Mikszátot és Jókait, aztán Gogolyt, Csehovot, Danunciót, s hozzájutottam a görög hitregékhez, egy részéhez, Piroska jó voltából, hogy ő hol szerezhette, ki tudja. Ha a saját maga kívánatára kellett volna megszereznie, egy tapottat sem ment volna érte. Egy nagy szemöldökű gépész elhalt feleségének ládájában is találtam sokféle könyvet, s valami képes újságot bennük fordításokkal Puskin Anyeginjéből. Isten tudja, mennyi könyv, mennyi betű kellett volna nekem akkor, hogy nagy mohóságomat kielégítse. Ha a fekete körös betűvé válik, tán beleálltam volna, hogy az utolsó cseppig lenyeljem.
Addig nem volt nekem soha még olyan jó pár hónapom. Júliustól októberig tartott. Akkor, hogy a változatlanság meg ne szakadjon újra, visszakerültem a szélesi szalmakunyhóhoz. Később, mikor már az ősz végén havak is szállingóztak, kijött Tóth Bálint is a másik falkával, és elkezdődött a szokott, rideg élet. Esett, fúrt, fagyott, esett, fúrt, fagyott. Így teltek a napok. De azért nem akadályozhattak meg abban, hogy újra ki ne próbáljam a ceruzát a papíron. Felhajtottam szűröm gallériát, s az a kicsi enyhely, ami így keletkezett, elég volt nekem az én álmaimhoz. Pedig az ég és a fellegek ugyancsak iparkodtak rajta, hogy elmossák. Egy ember és jószág próbáló éjszaka után Tóth Bálint elkeseredett, s azt mondta, hogy inkább visszamegy a harctérre, ott legalább elbújhat valamilyen fedél alá, s az idő sem sanyargatja agyon. Nekem kellett vigasztalnom, hogy tűrjön, hisz nincs olyan hosszú, aminek vége ne volna. Akkor változtattam meg a Pipafüst vers utolsó előtti sorát, hogy a magam állapotát vele szemben is kifejezzem. A kilenc varnyú helyett Szórtót Bálintot írtam. A Szór név ragasztott név volt. Egy ilyen emberrel is összeismerkedtem akkoriban. Katona fegyverrel járta a püspöki uradalom pallagait. Vadászgatott. Tudniillik, akkor ropoghattak mindenfelé a puskák, senki nem tilalmazta. Csak a golyó sírt a levegőben. Sok túzokot és nyulat köszönhetett az íjei katona az én falkámnak és az én szűrömnek. Nagy családja volt, szegény volt. A bal arcán hosszú és mélysebb helyet hordott ágyugolyóitól. A túzokat megérdemelte. Akkor volt a kezemben először katonafegyver. Elég jól tudtam vele bánni. A csikótanya keményen díszítette a sárga-piros dombot. 400 lépésnyire három golyó közül egyel szétlőttem. Ennyi öröm legalább nekem is jutott a nagy szabadságból. Jó volt nekem a sebhelyes katona barátsága arra is, hogy íje utcáin agyon ne üssenek. Nélküle bizonyosan kinyújtoztattak volna az íjeiek. Február eleje volt, szállottunk hazafelé, s éjjén kellett a falkákat áthajtanunk. Tóth Bálint jól előttem járt, s mire észbe kaptak a falusiak, már maga mögött hagyta íjét. Akkor következtem én, s bizony megrohantak. Mit törődtek avval az íjeiek, hogy ahányat ők elvisznek tőlem, nekem annyit kell az uraságnak visszafizetnem. Ők csak a volt íjei zsidón akartak bosszút állni. Nagy okuk lehetett rá, mert amint mondom, nem átallottak volna miatta engem is agyonvágni. Egy fiatal katona zubbonyos legény épp az orrom előtt fogott meg egy bárányt. Kitéptem a keziből, s a botom bevasalt végivel úgy mellbe vágtam, hogy azonnal leejtette hosszan, a térdéig a két kezét s kínjában megizzadott. Alig telt bele annyi idő, míg tízig számol az ember, körül voltam véve. Balták és karók emelkedtek. Még egy fél percnyi idő kellett volna csak, s akkor most már nem lenne itt lebecsülniük a pesti irodalmi köröknek, a visszafordulóktól, a népiesektől kezdve egész az urbánusokig, s nem küldözgetne vissza az irítség és féltékenység a tetves és büdös parasztjaim közé, s nem volnék bugyos és műveletlen. De előugrott az én sebhelyes arcú katonabarátom,
A puskát ráfogta a tolongókra, s figyelmeztette őket, hogy aki hozzám nyúl, az rögtön golyót kap a belejébe. A karók s balták lehanyatlottak, csak a fogak csikorogtak. Úgy, mint mostanában egy pár költő barátomé csikorog. De azért utat engedtek. A falu szélébe azt mondta a vadászgató katona. Vigyázz, mostanában ne gyere be íjébe. Poros, száraz, szeles nap volt, mikor Mágor pusztára költöztem. Gerebjés népe, a régi társak mind kiálltak a konyhák elé a dombra, s onnan integettek utánunk. Szabóné, Zima Julcsa kötőjét emelgette a szemihez. Siratott bennünket. A kutyák ugattak, az erdőből a szél falevelet kapart elénk, s avar illatott. Egy hosszú sor ökörig a szántani ment. A béresek rongyosan meghajolva lépkedtek, mintha vesztett csata után tatárrabságba mennének. Elől Nagy Pista ment, fekete kalapján áll, tallóvirág sárgállott, ő volt az, akinek az apja évek múlva meghalt a jászol alatt. Mikor a Blankestyán erdő sarkához értünk, visszanéztem. A gerebjés cselédlakás esőverte vége még odalátszott. Ami volt konyhánk, kéménye füstölt, biztosan Szabóné, Zima Julcsa koholt a katlan alatt. Főzte az apró kolompírt a két malacának. Nagy Pista meg épp akkor állította fel az ekét, hogy barázdát húzasson. Erős fogással hűségesen fogta az eke szarvát. Olyannal, mint amilyet csak a föld érdemel. Tekintetem végigfutott a tájon, ahol hiába van sár és kínlódás, Pap Zsófi és Nagy Bözsi mégis danul, mert az élet a sárban is élet. Egy zökkenőnél kiesett az egyik hátulsó kerék szegje. Megállottunk. A fák között megláttam az erdészt. Koprévának hívták. Leste, hogy a bolyongó nép nem fát akar elopni. Amíg az igás kocsis visszakótoktatta a kerékszeget, elgondoltam, hogy mennyien vigyáznak a mi útjainkra, s hányan leskelődnek bele az életünkbe. Otthon Hórindzsában azzal telt az idő, hogy puskával vártuk a talpasiakat, s ha jöttek, a csendes majorból fegyverropogás köszöntötte őket. A golyók füttyiben ott volt a figyelmeztetés. Ha csak ugyan oda törik ki a dolog, hogy eljön a szabad osztozkodás, akkor azoké legyen a búza és a jószág, akik szegényen és kicsúfoltan is munkálkodnak érte, s meg is őrzik. A talpasiok mindig jól tudnak futni. Egyszer kerül csak sor komolyabb lövöldözésre. De a nagyságos úr kövér disznói akkor is megmaradnak. Nekünk azért egy sütetnyivel se lett több a szalonnánk. Ó, bizony mindenfele, puskák szólottak akkor, s hirtelen, hogy végre elhozta Isten a mi számunkra is a szabadságot. Volt egy unokabátyám, Kertmegi Mihály, aki 3 évi orosz fogság után hazakerülvén, engem is meglátogatott, s vele való beszélgetés során az a hitem még jobban megerősödött. Ugyanis Mihály elbeszélte, hogy most már az uraságtól elveszik a birtokokat, s a rajta levő cselédséget telepítik rá, mint örökösöket. Jó lakásokat építünk, iskolát, olyan kis faluszerű közösséget alkotunk,
és élünk és dolgozunk nyugodtan, nem vág bennünket tovább a kasznár, nem szíthatják tovább a büdös hót anyánk istenit. Az adót, a föld törlesztéseit úgy szabják meg, hogy szinte észrevétlenül kifizethetjük. Szóval emberibb életet élünk. Nem lesz az meg, mondtam én Mihálynak. Nagy ám azoknak a hatalmak, hogy nem engedik, állt meg Mihály nagy csodálkozva. Nem engednék csak, de muszáj lesz nekik. A föld azé, aki éjjel-nappal dolgozik rajta. Márpedig dolgozni mink dolgozunk, nem ők. Jó, jó, legyintettem eleinte a szavára. De Mihály nem hagyott békén. Addig mutogatott vissza apáink nyomorúságaira, addig ecsetelte a boldogabb jövőt, olyan meggyőzően, olyan lángolással és olyan szeretettel, hogy a végén a tenyerébe csaptam, szóval cocolista lettem, s ott nyomban a szabad étg alatt megittuk az áldomást az eljövendő, szabad és boldog paraszt Magyarországra. Egy hancsuk a gödörben, ugyanis betörtük a jeget, s abból ittunk. Később, mikor elbeszéltem anyámnak, szörnyű haragra lobbant szegény, s azt mondta, hogy megfojt. Inkább halljak meg, mint hogy cocolista legyek. Akkor egy este egyszer csak hívatott bennünket az úr az irodába, s egyenként tudtukra adta, hogy úgy számítsunk, hogy ezután közösen dolgozunk. Munkatársak leszünk, s ebbeli minőségünkben nekünk kell továbbra is gondoznunk, őriznünk és védenünk a jószágállományt. Aztán elbeszélgetett velünk a szociális, gazdasági rendről, az új helyzetről, s arról, hogy reméli, miszerint ő lesz a termelőbiztos, ezt magasabb helyről megígérték neki, csak még a mi beleegyezésünk kell. Ült a bőrfotőben, szivarozott, mi meg állottunk levettett kalappal körülötte. A puszta gazda hordta körbe a pálinkát, s kocingatott, s melbe-melbe vert az újdönsött cocilistákat, nagy nevetve. Szóval udvarolt, komázott, s bizonygatta, hogy a mi nagyságos urunk lesz legjobb termelőbiztosnak, mert is ismer, s mindnyájunkat szeret is. A pálinka fogyott is, de a nyelvek némán maradtak. Néztünk farkas szemet az urral. Az felállt a fotőjből, s látszott rajta, hogy majd szétveti a dű. Aztán végignézett rajtunk, s fenyegetően mondta, hogy az új államrend úgy akarja, illetve nem látja összeegyezthetetlennek azt, hogy a régi bérlőt, ez esetben tehát őt, ne választhassák meg termelőbiztosnak. S mi akárhogy nem is akarjuk, mégis az lesz, mert hiszen ő sokkal régebb szocialista, mint mi. Ekkor én előálltam, s azt mondtam a nagyságos úrnak. Ha a mi akaratunk ellenére megteszik a nagyságos urat termelőbiztosnak, akkor mind kilépünk a szocializmusból. Mert ha nekünk szabad választási jogunk van, akkor azt választunk, akit akarunk. Megválasztunk egy magyar embert, akkor a föld biztosan a miénk lesz. A nagyságos úr megmenjen Váradra úrnak. Jaj, de nem lett ám úgy. Alig telt el egy hét, s jött a nagyságos úr, s kijelentette ellentmondás nem tűrő hangon, hogy most már ő a termelőbiztos, megválasztották, s aki neki nem akar engedelmeskedni ezután is, mint eddig, az kirúgja a közösségből, úgy, hogy nem jut hirtelen az se eszébe, hogy még hegyen az apja szőlője. Anyám is meghallotta mindezeket, s csendesen megdorgált. Na, mit mondtam? Játék az egész? Vagy azt hiszed, hogy ezek hagyják egymást?
Én keserűen nevettem, s ballaktam ki a supák közé szalmát hordani. Utána való napokban a pusztagazda kihirdette, hogy mérés lesz, de egyelőre csak fél konvenciót kapunk. S a cocilisták még csak fel sem ordultak. Hang nélkül tartották a zsákot. A szélesíri szalmakunnyó előtt üldögéltünk Tóth Bálinttal, körülöttünk szúnyogok síránkoztak. Ő egy kis kölyök pulival játszott, én meg útra készülöttem. A csókási úr akkor már átment szerencsét próbálni Biharból Békésbe. Kárász megyer pusztát vette ki bérbe, ezen a pusztán még másik három kis major volt, Gerebjés, Andor és Halád. Innen izent nekem a kis számadó, kivel pár év előtt a csókási kazlak között megbirkóztam, hogy látogassam meg. Bojtárra van szüksége az uradalomnak, s én éppen megfelelő volnék. Hát megpróbálom, mondtam Tóth Bálintnak. Próbáld meg, cimbora, intett ő. Igaz, a konvenció ott se több, de lehet, hogy a szolgálat sokkal jobb. Neki indultam tehát, csak úgy könnyedén, egy szál bottal, mintha a szomszédba mennék látogatóba. Egy fél napi gyaloglás után értem oda, mikor sarkadot elhagytam, hatalmas uradalmak bontakoztak ki előttem mindenfelől majorokkal. Nagy fás utak voltak mindenfele, azt se tudtam, melyiken merre igazodjak. Mindjárt-mindjárt kizökkentem a helyes irányból, mint a rúd nélküli kocsis. De azért délire csak oda fáradoztam. Egy fél napig tartott a megbeszélés a számadóval Bunda szigeten. Tudtam, mi a konvenció, tudtam, mi lesz a kötelességem. Semmit se kellett alkudozni. A látogatás tulajdonképpen csak egy megbizonyosító aktus volt, hogy hajlandó vagyok a Kárász megyeri uradalomba falkás bojtárnak beállani, s ezt a számból jövő élő szóval is bizonyítani. Visszafele már sokkal könnyebben léptem az 50 kilométernyi távolságot. Akkor nyáron még Tóth Bálinttal együtt fejegettem az anyafalkát egy züllött tetejű gépszínben. Szeptember elején meg azt mondtam a nagybajuszú számadónak, hogy mi, ha már én megyek erről a tájról, akkor viszem magammal a volt kis kospásztorlányt is. Na, akkor megsegítelek benneteket egy malaccal, mondta pap Mihály. Ezzel adta tudtomra, hogy ő is jónak látja a tervemet. 3 hét múlva aztán én, meg pap Piroska, erdőgyarakon aláírtuk Borbály László jegyző előtt a házassági anyakönyvet. 1919-et írtak akkor, sárga meleg nap volt, s fülig porosak lettünk, mert Hórindzsába visszagyalogoltunk. A nagy szemöldökű gépész sok szerencsét és hosszú életet jósolt. Nem jó orákulum volt szegény feje. Piroskát 15 év múlva Gyulán eltemettem. Holtak a göröngyök, és augusztus végi sárga meleg nap volt megint. Hórindzsáról még csak annyit kell elmondanom, hogy anyám visszaköltözött Szalontára, miértünk meg 3 napos késéssel eljött az igáskocsi Megyerről. Még ma is jól emlékszek rá, hogy akkor már ipám, nagybajuszú pap Mihály mosolyogva nyújtotta a kezit, aztán megállt a góré sarkánál, s onnan nézett utánunk. A távolodó időben ez a kép maradt meg róla bennem. Nem láttam se élve, se halva, soha többé. A cselédsors eltépett bennünket messze egymástól. Közénk feküdt a román határ. S mi
is mindig vártuk, hogy egyszer majd ő jön. S ő is egyre azt várta, hogy mink megyünk el. A haláláról elmondok itt valamit. Már akkor sárga mágoroson laktam, ugyanannál a nagyságos úrnál. Tél volt, nagy iga volt rajtam. Hisz megtörtént az, hogy mertem a kútból a vizet, Piroska meg állt mellettem, s a kötőjében tartotta a früstüköt, s úgy, hogy két veder, egy üres és egy teli, útja között falatonként ettem. Nem volt rá idő máskor. Egy öreg juhász, Vakarcs János volt mellettem falkás bojtár akkor, meg egy gyerek kis bojtár. Bizony dolgoznom kellett helyettük, s én estig elfáradtam. Mondom, téli éjszaka volt, éjfél körül. Ruhástól feküdtem egy hosszú falócán, nehogy nagyon elaludjak. Az asztalon jól lehúzva égett a lámpa. Felpillantottam én az éber alvásból, s egyszer csak legnagyobb csodálkozásomra, hogy Piroska ül az asztal mellett és ír. Mit csinálsz, kis öreg? Ültem fel a lócán. Írok, nézett rám csodálkozva. Írsz? Igen, apámnak írok levelet. Aztán most éjfélkor. Nézett rám megdöbbenve, s azt mondta, nem tudja, mi van vele. 5 éve már, hogy nem írt, de most már egy pillanatig se tud tovább várni. Azt álmodta, vagy látta, nem tudja, hogy az apja beszólt az ablakon. Olyan tisztán hallotta a hangját, hogy ki is ment ajtót nyitni, mert azt gondolt, hogy végre csak ugyan eljött hozzánk látogatóba. De hiába, csak a téli éjszaka volt kívül. Az alma fazúgott, kis öreg, az ablak alatt, mondtam neki, mit gyötröd magad? S ő szegényke nem hitte, olyan volt, mint amikor a kisgyereket még álmából fölkeltik. Megírta a levelet, s reggel csizmát húzott, s nagy hóban begyalogolt szeghalomra, hogy ő maga személyesen tegye postára a levelet. Egy jó hétre megjött rá a válasz. A nénye írta. Apánk e hónap ennyi is ennyidikén, a dátumot már elfelejtettem, a levél is elkallódott, éjszaka 11 és 12 óra között meghalt. Utoljára még téged emlegetett. Mikor a leveledet megkaptuk, épp akkor tették a koporsót a kocsira. Megrendülve álltunk a levél fölött. A dátum szerint Piroska akkor írta a levelet, s hallotta az apja hangját, mikor az éppen őt emlegette a halál percében. Nyugodjék, szegény, nyugodjanak! A Kárász-megyeri uradalomban 6 évig falkás bojtár voltam. Akkor a számadó felkerekedett, s a nagyságos úr birkájának egy részivél, s a magáéval elment feles juhásznak kisoroszi pusztára. Én lettem a számadó. A fizetésemből tartanom kellett egy konvenciós falkás bojtárt és egy kospásztort. Azon kívül én feleltem minden kárért, s nekem is volt falkám. Az anyafalka. Tehát, hogy úgy mondjam, ez a számadóság súlyosabb és terhesebb volt, mintha bojtár lettem volna. A fizetés, ami a bojtárokra jutott, bizony nem olyan volt, hogy fiatal, javakorabeli embert fogadhattam volna. Csak öreget kaptam érte, vagy gyermekembert. Én ellettem, én fejtem, és télen a vastag munkát is én végeztem. Azért kellett Piroskának a kötőjében tartani a kútnál a prüstükömet. Mert bizony a vizet is nekem kellett húzni, ha azt akartam, hogy igyon a jószág. Néha bizony 300 vederrel is. De sokszor kihasadt a kezemfeje a hidegtől, hogy csorgott belőle a vér.
s amíg a kezem majd elfagyott a jeges kútostorom, addig a hátamról meg szakadt az izzadság. Bizony ilyenkor megvallom, a legjobb könyvek se érdekeltek. Ha néha fölé is hajoltam egynek-egynek, elaludtam rajta, mint rossz őrszem a vártán. Pedig a könyvekért való szomjúságom nemhogy csökkent volna, hanem egyre inkább növekedett. Érdekelt a világtörténelem rettenetesen, aztán a nagy utazók, nagy felfedezései, az orvosi tudomány, a spiritizmus, akkortájt olvastam, Falmariont és Knut Hamsunt is. De mindezekről senki sem tudott semmit, Piroskán kívül. Sokszor, mikor a hajnal ott ért a könyv fölött, mondta, szinte könyörgött, hogy hagyjam abba, hisz úgy sincs semmi értelme, csak agyongyötröm vele magamat. Aztán megvalljuk be, a petróleum is drága volt. Annak, akinek 20 korona évi fizetése és 12 hektó búzája volt, bizony jól meg kellett nézni, hogy hová teszi a garast. Volt rá idő, mikor elhatároztam, hogy többé nem veszek könyvet a kezembe, mert igaza van lám Piroskának, úgy sincs semmi értelme. Én előlem elfutott az idő, s bennmaradtam olyan mélységben, ahonnan nincs mód kiemelkedni. Hisz a magyar irodalomban nem volt még rá példa, hogy abból a világból, abból az életformából olyan utakat járva kiemelkedett volna költő. Tudtam, hogy hihetetlenül és szinte legyőzhetetlenül nagy az akadály. Az úri világ már elémbe áll, közönybe fúlaszt, elhallgat, kigúnyol, ledorongol. A cipősök újra szemben állnak majd velem, és rám fogják, hogy szaga van a ruhámnak. De egyszer a kezembe került Babicsnak Levelek Íris koszorújából című kötete. Mikor elolvastam, visszavontam az elhatározásomat. Tudtam, hogy győznöm kell, ha csak egy hüvelyknyi igazság van a földön. Akkor még nem tudtam, ó, én naív, hogy milyen komédiával és a rafinériával csinálják a legnagyobb költőt. Most már azonban tudom. A szemem előtt folyik ez a hazug komédia, a népiség nevében és jegyében. Szegény jó néhai Petőfi Sándor. Vajon nem forog-e ismeretlen sírjában, ha verseivel találkozik a lelke idegen név alatt? Ám nem akarok most kitérni erre, hisz nincsen olyan titkos dolog, mit az idő ki nem forog. Folytatom hát, ami ide illik. Mikor mindezek történtek, Gerebjésen laktam még, mint bojtár. Onnan ismertem Pap Gergelyt, Szegfő Mátyást, Varga Sándort, Szabót, a Bűrbajúszút, Marhás Imrét, Pántya Pétert, Nagy Istvánt, s még egy Szabó Sándort. Napról napra éltek csak, s a ruha éppen, hogy nem szakadt le róluk. Egy pár név csak, s mégis mennyi szakadatlan küzdelem, éhség, ruhátlanság, könyörgés és elkopás húzódik meg e pár név mögött is. Hát, ha még a milliónyit hozzávenném, akik így éltek és élnek. Tengerré és gyötrelemmé válna alatta e papír. Milyen jelentéktelen, semmi és kicsike ehhez a gyötrelemhez képest az én bánatom. Szinte bűnösnek érzem magam, hogy nem ott pusztultam el velek együtt. Na de hiszen mit is akartam én? Példanélkül álló példát, hogy onnan, abból a világból is jöhet költő, hiszen a tiszta nyelv, a magyar gondolkodás, az ősi magyarság folytatása ezt követeli.
Ha én német volnék. Írták nekem 5 évvel ezelőtt Berlinből. Mit tudna velem tenni a német közösség és büszkeség? S itthon? Tintától megrészegült kis szerkesztők elsikkasztják még azt is, hogy élek, létezek. Példa rá a Termini című olasz irodalmi folyóirat magyar-olasz száma. Meg se látták, hogy az olaszok meglátták. Ó, bizony! Rongyos, elhagyott nép vándorló fia vagyok én, s ezt mindenkor vallom és hirdetem mindaddig, amíg rongyos magyar lesz, s a magyarok világa el nem tűnik. Mondtam már, ha jól emlékszem, hogy én Jézusnak, Tolsztojnak és Petőfinek a tanítványa vagyok. Ez a hármas forradalmiság alakított engem, nem a mezőtúri gimnázium. Azután a sorsnak van angyala, a népnek panaszkodó szája, s a közös nagy szorongattatás és kétségbeesés is alakít, csak az Isten lelket adjon az alakuláshoz. Anyám azt írta, hogy aki olyan események közepén születik, mint én, annak bizonyosan megadatott az a lélek. Különben a forradalmiságot, a megélt élet, s a látván látott dolgok is nagyban elősegítik. Tanulni vágyó barátaim örömére néhány ilyen látva látott dolgot elmondok itt alul a csillagon.